Napjaink egyik legnépszerűbb kortárs írója, Gretchó Krisztián mutatta be legújabb Mellettem elférsz című regényét. Az alkotó elmondta, hogy miután a fővárosba költözött, azt várták, hogy majd ő is megírja a saját Budapest regényét. El is kezdte, majd a sors másfelé terelte. Nagymamája önéletírása és két fotó indította el az úton. Az egyik kép róla készült, de édesapját látta meg a fotón, a másikról pedig, amelyen édesapja nagybátyja látható, aki szerzetes volt, kiderült, hogy a családi történettel ellentétben nem is ott és akkor készült, ahogyan addig mesélték. Ekkor hazautazott nagymamájához, akitől éveken át hallotta az elbeszélést. Nagyon bájosan, tényleg, ahogy ugyanazokkal a szavakkal, ahogy azt kell, elkezdtem mondani. Hát az úgy volt, hogy panonhalmán szépen, és a hivatalos verziót megkaptam. Olyan szívesen végighallgattam volna, mert jó hallgatni a mámat, vagy jó volt hallgatni, nagyon szépen mesélt. És tehát tudtam volna folytatni, vagy mondani vele együtt ezt a történetet. De hát ahogy gazdálkodni kellett az energiájával, úgyhogy 3-4 mondat után, amikor felismertem, hogy igen, ez a hivatalos verzió, akkor közbeszóltam, hogy hát ne arra, hogy mama, de ebből egy szó sem igaz. És akkor szegény próbált mindenhova nézni, nézte zavartan a földet, és azt mondta, hogy hát fiam, tényleg nem. És ebben a pillanatban, mikor ezt a mondatot mondta, akkor már tudtam, hogy miről fogok regényt írni. És nem azt, hogy én ennek az embernek a történetét akarom megírni, mert benne van egyébként a történet a regényben, hanem azt, hogy miért érdekel engem a múltam, mi érdekel belőle, hogyan érdekel, és mire szeretnék rájönni. A Mellettem elférsz című könyv pedig a kritikák szerint a 2012-es év egyik legkiemelkedőbb szépirodalmi alkotása, sőt korunk Mikszeth Kálmányaként is emlegetik. Ő azonban azt mondja, a sikert és a bukást is megélte már egy-egy kötetével, így mint fogalmaz, minden egyes könyv a nulláról indul, újra megméreti a szerzőt. Azt szokták mondani könyvek esetében, hogy kétféle nagy teher van a következő könyv esetében, ha siker lesz, vagy ha nem. Tehát ez a kettő van, tehát ha nem, akkor ugye nyilván az nehéz, hogy akkor fölhúzod magad, hogy bizonyítsál a következőnél, ha meg siker lett, akkor meg az elvárásoknak megfelelni. Az az igazság, hogy én mind a kettőt átéltem már, tehát úgyhogy nagyon jól tudom, hogy ez múlandó dolog, tehát hogy minden egyes könyvvel nulláról indulunk, és minden egyes könyv újra megméreti a szerzőt, és nem az a bizalom, amit mondjuk most a Mellettem elférsz miatt kaptam az olvasóktól, az nem feltétlenül lesz a következőnél. Meg a szeretet, amit most kaptam, nem biztos, hogy a következő könyvet is szeretni fogják. Tehát ez mindig egy csata, mindig nulláról indulunk. Hát nem egyszerű, de hát kinek a munkája egyszerű, így élünk. A mókás történetekkel teletűzdelt előadáson többi között az is kiderült, hogy egy kötetnek címet adni nagyon nagy felelősség, hiszen a legtöbben ez alapján veszik le a könyves boltok polcairól. Minden jót, nagyon szépen köszönöm, minden jót.